a hét szépségű király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz fia, úgy hívták, hogy kolontos bandi. No, nem is hiába hívták kolontosnak ezt a legényt, mert csupa ostobaság volt minden cselekedete. Az apját, az anyját majd felvetette az erős bóbánat, hogy a fiúk mindenükből kiforgatja a nagyostobaságával. Egyszer azt mondja az asszony a fiának, Eredj, fiam, öntözd meg a virágokat, mert a nagy melegségben mind elszáradnak. Fogja magát, Bandi, lemegy a pincébe. Volt ott három a kóbor. Felviszi a kertbe, s ráöntözi a virágokra. Sokszor látta, hogy az emberek, ha bort isznak, jó kerekedik, s amint a bort elöntözte, még meg is kérdezte a virágokat. Jó kedvetek van, ugye? Meghiszem azt. Máskor meg azt mondták neki, hogy hintse meg az udvart homokkal, hogy legyen egyenes. Hanem Bandi azt gondolta, hogy jobb a liszt a homoknál, s ami liszt volt a háznál, azt mindet felhintette az udvaron. Jő ki az apja, nézi, hogy mit csinál Bandi. Jaj, te világbolondja, te, mit tettél? Talán bizony nem elég egyenes az udvar, kérdezte Bandi. Hiszen megállj, mindjárt megegyenesítlek én. Előkapott egy husángot, jól elnadrágolta Bandit, de bizony nadrágolhatta, attól ugyan nem jött meg az esze. Telik, múlik az idő. Gondolja az ember, talán egy kicsit megjött a Bandi esze, s azt mondja neki, eredj, fiam! Etesd meg a disznókat, hadd feküdjenek le aztán. Kimegy Bandi, megeteti a disznókat, de mikor jól laktak, fogta magát, addig verte egy bottal, míg el nem nyúltak a hídláson. Azzal bement nagy örömmel az apjához, s mondta, no, apám, lefektettem a disznókat. Kimegy az ember, hadd lássa, mit csinált Bandi. Hát teremtőm, a disznók mind meg vannak dögölve. Elő a husángot az ember, megint jól elnadrágolja bandit, de bizony nadrágolhatta, attól ugyan meg nem jött az esze. Estére kerekedik az idő, lefeküsznek, de sem az ember, sem a feleségen nem tudott aludni. Sóhajtoztak, tűnődtek, mit csináljanak ezzel az istenveréssel. Ha valahogy szép szerint meg nem szabadulnak tőle, előbb-utóbb koldusbotra juttatja őket. Eltervezték, hogy akármilyen keserves legyen a szívükben, kiviszik az erdőbe, s ott hagyják. Ahogy lesz, úgy lesz, menjen, amerre szemel át, éljen, ahogy élhet. Bandi úgy tett, mintha aludnék, még nagyokat is horkolt. Jól hallotta, hogy mit egyeztek az öregek. Reggel felkelnek, s mondja a szegény ember Bandinak. No, fiam, gyere az erdőbe, vágjunk fát! Kimennek az erdőbe, s mikor egy jó sűrű helyre érnek, azt mondja az ember Bandinak. Te csak maradj itt, fiam! Vág le egy szál szálfát, én meg tovább megyek az erdő másik felébe, hát ha ott még szebbeket találok. Bandi nem szólt semmit. Úgy tett, mintha ott maradna. De alig ment az apja tíz-húsz lépésre, mentő is utána, el sem maradott mellőle eleget okoskodott az ember, hogy így, meg úgy maradjott, nézd azt a szép fát, milyen szép, nézd azt, még szebb az. Beszélhetett akár a fekete fölnek, Bandi nem maradott el mellőle. Mit volt, mit nem tenni a szegény embernek? Látta, hogy nem tud megszabadulni Banditól. Nagy búsan hazaindult, Bandi meg mindenütt utána. Amint megy, mendegél hazafelé, szembe jön vele egy őszöregember, s kérdi. Hát, Ken, miért olyan szomorú, földi? Hogy ne volnék szomorú, öreg apám, mondja az ember, mikor ez az egy fiam van, s az is olyan kolontos. Egyet -egy se bósoljon Ken, adja nekem a fiát, én majd eszéret térítem. Én jó szívvel odaadom, mondja az ember, csak elmenjen kigyelmeddel. Kérdi a fiától. No, bandi fiam, elmenné le ezzel az öreg emberrel? Elén, csak jó dolgom legyen, Mondogatta az ősz ember: ne félj fiam, nálam jó dolgod lesz. Azzal elváltak egymástól. A szegény ember ment hazafelé, Bandi is ment az ősz emberrel ellenkező irányba, keresztül a rengeteg erdőn. Három nap s három éjjel folyvást mentek, meg sem állottak. Megszólal egyszer Bandi. Öreg apám, adjon ennem, mert amióta hazúról eljöttem, még egy befaló falás sem ettem. Jól van, fiam, mondotta az őszöreg ember. Azzal benyúlt a zsebébe, kivett onnét három kenyérmorzsát, s Bandi úgy jól lakott abból, mintha három nagy kenyeret evett volna meg, akkorát, mint egy taliga kerék. Tovább mentek, mendegéltek. Hát egyszer jön velük szembe két oroszlán. Megijedt Bandi szörnyűképpen, azt hitte, hogy most vége az életének. De az őszöregember csak egyet pisztentett, s az oroszlánok egyszerűbe visszahúzódtak a sűrűségbe. Aztán ismét felkerekedtek, s tovább mentek, mendegéltek, rengeteg erdőből nagy pusztaságba értek. Nagy pusztaság szélén tengernek partjára. Tengernek partján volt egy nagy nyárfa. Arról leszakasztott az őszöregember egy levelet, belédobta a tengerbe, s ím halljatok csodát, a nyárfa levél egyszerébe csónakká változott. Szépen beültek a csónakba. Hét nap, s hét éjjel folyton folyvást teveztek a tengeren. Úgy értek a másik partjára, s amikor oda kiléptek, a csónak ismét visszaváltozott nyárfa levélnek. A tengernek ezen a partján is volt egy nagy nyárfa, s az ő ember a nyárfa feldobta a többi levél közé. Innét is mentek, s egy rengeteg nagy szikla hasadékába értek. Ott volt két moha ágy, abba szépen lefeküdtek. Mondotta az őszöregember, feküdj le, fiam, aludj, mert reggel korán kelünk, s kezdődik a tanítás. Lefeküsznek, s még alig pitymallott fel is kelnek. Aztán az őszöregember előszedett mindenféle nagy könyveket. Azokból három nap s három éjjel folyton olvasott, magyarázgatott, de olvashatott, magyarázgathatott. Bandi éppen olyan bolond volt, éppen olyan kolontos volt, mint annak előtte. Mondotta az ősz öreg ember. no, látom, fiam, hogy így semmire sem megyek veled, majd másképp próbálom. Elővette egy aranykalapácsot, s azzal minden nap koppintott egyet Bandi fejére. Ez így tartott fél s hát Bandiból olyan okos ember lett, hogy alig fért az okossága fejében. Megtanította az öreg ember mindenféle tündérigékre, de még arra is, hogy kell a nyárfaágából mindenféle drága süteményeket csinálni. Mikor aztán mindenféle mesterkedésre kitanította, azt mondotta az ő ember. No most, fiam, eredj Isten hírével, próbálj szerencsét, három kenyérmorzsát adott Bandinak, s azzal útnak keresztette. Megy, mendegél Bandi erdőkön, mezőkön által, s mikor megéhezett, csak megevett egy kis morzsát, s úgy jól lakott, hogy egy hétig mehetett vígan tovább. Mikor aztán megette mind a három morzsát, csak levágott egy nyárfaágat, földre csapott vele, s annyi drága jó sütemény volt előtte, hogy meg nem győzte enni. No, telt múlt az idő. Talán már egy esztendeje is elmúlt, kettő is, három is, hogy Bandi elvált az ősz embertől. Egyszer, amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, lát egy kicsi házat. Be akar menni, de nincs az ajtón kilincs. Hát, ha nincs, az sem baj. Eszébe jutottak a tündérigék, amelyekre az őszöregember tanította, s azt mondta az ajtónak. Gingalló, szent ajtó, nyíj fel magadtól! Felnyílik az ajtó, bemegy a házba, s hát abban a házban nincs egyéb, csak egy asztal, és az asztalon egy nagy könyv. Az volt írva a könyv táblájára tündérbetűkkel. A hét szépségű király kisasszony könyve. Felnyitja Bandi a könyvet, nézi, vajon mi van írva belé. Az volt beléírva, hogy annak a királynak, akinek most éppen az országában vándorol, olyan szép leánya volt, mintha a világ legszebb hét leányából szőtték, vonták volna össze. Azért volt az ő neve Hétszépségű Király Kisasszony. Egyszer Kecskebak, a kecskék királya elment a Hétszépségű Király Kisasszonyhoz, s megkérte a kezét. Hétszépségű Király Kisasszony nagyot kacagott. Mit, te förtelem, még te mersz ide jönni? A legelső királyfiak kérték a kezemet, azoknak sem adtam eltakarodj a szemem elől! Elment kecskebak nagybóval, bánattal, s nagybójában, bánatában leugrott a legmagasabb szikla tetejéről, s meghalt szörnyű halálnak halálával. Megtudták a kecskék, hogy mi történt a királyukkal. Összeállott 12, a legnagyobb s legerősebb ének idején belopóztak a királypalotájába, palotájába, s mikor a király kisasszony aludott, szarvukra vették az aranyos nyoszóját, s elnyargaltak vele, mint a fergeteg. Az volt írva tovább a könyve, hogy ettől a háztól 77 mérföldre aranyszínű föld alatt van még egy ilyen könyv. Abban van megírva, hová, merre lett a hét szépségű király kisasszony. Nem volt bandinak maradása. Ment hegyeken, völgyeken által, s addig meg sem állott, amíg azt az aranyszínű földet meg nem találta. Ott megállott, s azt mondta. Gingalló, szent ajtó, bűvös könyv, légy itt fönt! Abban a pillanatban megnyílt a föld, s kiemelkedett belőle egy nagy könyv. Annak is az volt írva a táblájára. A hét szépségű király kisasszony könyve. Felnyitja a könyvet, olvasgat, lapozgat benne, s hát az van írva szép tündérbetűkkel, hogy a tizenkét kecske a hét szépségű király kisasszony elvitte kecske bakvárába. Ott letették a várnak a 77. szobájába. Kecske bakk anyja elaltatta örökre, s fel sem ébredt soha, amíg olyan ember nem vetődik oda, aki tündérigékkel szól hozzá. Hiszen Bandinak sem kellett egyéb, megfordult, s ment egyenest a hét szépségű király kisasszony apjának az udvarába. A király már kihirdette volt országvilág előtt, hogy annak adja leányát s egész királyságát, aki visszahozza. Próbálták azt királyfiak, hercegek, minden rendőrangú legények, de egy sem találta meg a hétszépségű szépségű király kisasszonyt. Pedig bejárták az egész világot. Keresték víz alatt, Föld alatt, keresték a levegőben, keresték mindenütt, nem akadtak a nyomára. Akkor ért a király udvarába Bandis, ajánlotta magát, hogy ő egy élete, egy halála, de valahol a király kisasszonyt megtalálja. Jól van, fiam, mondotta a király. 99-en már megpróbálták, s nem találták. Te vagy a századik. Hát, ha neked szolgál a szerencse adott a király alája aranyszőrű paripát a legszebbet a méneséből. Ezüstöt, aranyat elegendőt, hogy ne legyen pénzben hiányossága. Elindult Bandi, repült az aranyszőrű paripával, mint a madár. Hetedik nap megérkezik kecske bakvárához, s hát teremtőm, volt azon kapu száz is, ajtó ezer is, de egyen sem volt kilincs. Megáll Bandi egy ajtó előtt, és azt mondja, gingalló, szentajtó, nyíj fel magadtól. S fölnyílt nem csak az az ajtó, amelyik előtt állott, fölnyílt a többi is. Fölnyíltak a kapuk is, megvilágosodott az egész palota, ragyogott, tündökölt, mint a gyémánt, minden szögletje. Aztán elindult, és ment végig a szobákon, be a 77 -be. Ott feküdt a király kisasszony aranyoszajában. Fehér volt, mint a liliom, de olyan szép, mintha nem hét, de hetvenhét szép leányból szőtték fonták volna össze. Bandi megállott a nyoszója előtt, rávetette szemét a hét szépségű király kisasszonyra, s azt mondotta csendesen. Gingalló, szent ajtó, kelj fel nyoszójádból! És ím egyszerre felnyitotta szemét a hét szépségű király kisasszony. Reál nézett. Arca szeme mosolygott, aztán fölkelt a nyoszolyából, megölelte a legényt, s azt mondta lelkes szóval. Telész nekem, telész, az én hites párom. Mindjárt fölkaptak az aranyszőrű paripára, s meg sem állottak hazáig. Volt otthon öröm, de milyen nagy. Egyszeribe lakodalmat laktak, lakodalom után tojáshéba kerekedtek, a tiszán leereszkedtek. Kiszapartján egy helyet kikötöttek, s addig addig jártak keltek, míg a bandi apjás anyját meg nem találták. Vitték magukkal az országukba. Bezdeg azután volt jó dolguk, sóra fára nem volt gondjuk. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.